hölgyeim és uraim! Ha valaki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, és állít mellettem valaki, aki nagyon szereti a virágot. Általában a virágokat is, de egészen biztosan a vadulósákat. Engedjék meg, hogy bemutassam Rajk András újságírót, aki sok-sok turné kísérte végig az együttest, sokat írt róla, és egy ilyen általános szerelemben nem szenved boldog. Maradj! Meglepes és megtisztelt a megbízás, hogy sokan illetik esetek helyett én legyek az, aki néhány baráti mondatot mond ezen a fél évszázadon, egymást követő generációk összefogásával baráti. Baráti mondatot is értem, másmilyent nem is mondanék, hiszen a régi barátságon túl más alig közösülnál el. Ez viszont csak igaz. Lévén önöknek is barátja, ígérem, rövid lesz. 6 perc, megjelent. Barátságban a vadrózsákkal csak olyan létezésük keletik. Bűnben a mérnök, táncos, koreográfus, tánctörténet, kultúrpszichológus, hallgató karcsi parancsnoksága idején kezdődött az építők szakszervezetében, majd folytatódott egy nemzetközi fesztiválon a francia Rivierán. Akkor még Karcsi hasonlóképpen sok oldalú képzőművész, zenei tehetségeket világra hozó táncos felesége, Molnár Róka is táncolt, sőt, Karcsi maga is feltűnés nélkül befennült. Amint az idén tapasztalhatták, hála az égnek, 75 éves kora ma sem okoz végső akadályt egy kis beutáshoz. Kívül olyan alapító tagok Balázs-keleten, mint Lovász Pista, Vándori Mari, Heik Fici, Weber Jutka és Edith, akit máig nem tudom miért, Klárinak hívunk. Mindenkit nem tudnék nevén emlegetni, de a kis főiskolás zenekarban Csimó Jóskát, igen. Miután a cikánytív végben a világhírű odnoposzok mester mellett, maga is világhírű mestervé lett. Néhány év múlva Kajóban, Alexandriában, Aszuánban kerül sor a barátságunk kiszélesedésére. Az idő parancsa szerint én már jó részt egy másik évjárattal, ahol Bucski Béci, Szudi Tite, Miklós Laci, Salamon Attila voltak a sztárok. Bocsánat, minden év nem jutott. Az arcok igen. Kapcsolatunk azóta sem szakadt meg. Az új-új táncosok közül hamarjában mindenkelőtt két ifjan örökre elment. Így az állami gondozott gyerekből ragyogó profi táncosra élet Obermeyer Tibi, és a boszorkányos, sokak által televízióban is látható cigány gyerek Alopéter. Aztán Érszegi Ildikó, Bece Ági, a táncosok, a Bórék, Galambos Tibor és a Tibornak második, táncosnak, koreográfusnak, faszobrásznak, igencsak elsőrendű Erdély Tibi, aki Tokióból szerencsére azért gyakran hazalátogat. Ez persze így csak nagy vonal, igaz? A gyerekek táncának szintjét, fiatalságuk lendületét mindig bánultam, teljesítményükről időnként hirtattam, nemzetközi sikereiknek örültem, drukkoltam nekik, mint a vasasnak. Leginkább azonban azt a melegséget, természetességet, összetartozást, lelkességet tartottam nagyra, amely ezt a társaságot valamennyi generációval jelent. Meggyőződésem, hogy kultúrhistóriánk idővel rendbe rakja az elmúlt fél évszázad értékelését és az amatőr művészeti tevékenységet, néptánc, színjátszás, kóruséneklés, nemzetközileg becsült színvonalra jutását, erkölcsi jellemformáló hatását olyan magasságba emeli majd, ahová való. Bennem ma is a rendkívül magas értékek között a helyek. Hajdan a vándorkórus tagjaként magam is ugyanilyen szívvel, lélekkel, el nem múlt barátságok örömével vettem részt benne. Innen is ered, hogy előbb a húgomat, majd az öcsémet, még szinte gyerekként gyorsan beprotezáltam Palvai Karcsinál a kicsik közé, ahol aztán testben, lélekben megnőttek. Az előbb önök is látták őket, a táncolók, persze nem a pöttömök között, üveggel a fejem, csizmával a lábam. Hogy melyikek voltak, az tökéletesen mindegy. Én megismertem őket.
A picit és a korosabbak után a fiatalokat is fogadják szeretettel. A vadarózák közt boldogabb az ő fiatalságuk, és tapasztalatból tudom, a további életük is boldogabb lesz. Rövidséget ígértem, nem leszek szószerű. Halhatatlan táncművészünket, Harangozó Gyulát kértem egyszer, beszéljen nekem a táncról. Első bölcs mondata ez volt, a táncról nem beszélni kell, csinálni kell. Igaz? Ezt követően vagy másfél órát beszélt róla, de a végső konklúzió mégiscsak ez maradt. Őt idézve kívánok önöknek jó lelki felüdülést, szórakozást, a vadrózsáknak pedig boldogulást, táncosan szólva talpon maradást, mostani nehéz korszakokban. Táncoljanak be hazánkban és Európa szárazföldi, valamint tengeri határain túl is további jó darab világot, amatőr táncművészetünk megbecsülésére, saját örömükre. Gondolatsoromat 100 éves évfordulójukon 2050-ben folytatom. Hogy hol, arról még majd ezután tárgyalunk. Thank you.
Még egyet fejlegyül egyet, ez a nagyú Isten, ez is meg engedte. Hagyja
Thank you.
Thank you.
Friss jó egészséggel! Körösségnek kívánjuk! Szeres békességgel! Hallelujah!
kinek neve Julcsa. Ha majd tudunk egy szép legény, kinek neve Pista. A Jóisten megnevezze, 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 nevezünk is üdvözesse, mint a róka farkát, mint a vénatál is jó szó, kibe húzogassa, kibe nyomogassa,
Thank you.
kedves vendégeim, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy ilyen ünnepség nem érhet véget, egyrészt nem érhet véget csak a mai estével, másrészt pedig a mai este sem érhet véget úgy, hogy ne köszöntenék. Kedves ismerősök, kollégák, barátok, láthatták már a jeleit az előbb is. Azt az együttest, amely most 50 éves, a Vadrózsákat. Először két alapító tag, Gálmara és Csanádi Gyula, a Vadrózsák alapító tagjai köszöntik a most 50 éves együttest. Amit ma nyújtottak nekünk, és tovább 50 évre ugyanilyen sikereket kívánok nekünk. Következik most valaki, aki 28 évet táncolt ebben az együttesben. Előtte is táncolt már a Központi Művész Együttesében annak idején. Talentum néven is emlegettük azt a másikat. És ez a hölgy az, aki egyébként kollégám újságíró, és azért jött vissza most egy kicsit az együtteshez, hogy ez a jubileumi este jó sikerüljön. Menedzselte az együttest, amennyire csak tudta. Hölgyeim és uraim, az együttes köszöntését Karácsony Ildikó, a táncosok inkább Dömötör Ildikó néven ismerik. Most ő következik. Készülődés előtte meg ezt a napot, és ki tudja nyomon követni, hogy kik izgultak jobban. Mi, akik innét a háttérből igyekeztünk megteremteni ennek a feltételét, vagy talán a táncosok. A táncosok, akik mindvégig a tanulás és a munka mellett dolgoztak, gyakoroltak, olykor késő estében nyúlóan pihenőnapokat nem is lehet, hogy bizonyítani tudják mindazt, amit közös akarattal, összefogással képesek vagyunk megvalósítani, mindazt, ami a múlt év novemberében még hiú áprának tűnt. Sikerült, és most mindannyian együtt ünnepelhetünk. A lakodalom úgy általában több napig tart, ezért mi sem fejezzük be most ezt az ünnepet. Csak itt a színpadon mér véget. Mi a Vadrózsák nagy családjával holnap a Fészekklubban ünnepelünk, ahol alkalmunk nyílik a személyes találkozásokra és baráti beszélgetésekre is. Ma azonban szeretnék beavatni vendégeinket is, hogy velünk osztozanak az örömben, és önök előtt szeretném átadni az elismerést, néhány szál virágával együtt erre a jubileumra készült 14 karátos aranymedált, illetve a 11, illetve nálunk tiszteletbeli táncosként a 11. hogy megköszönjem őszetlen odaadó munkájukat. Gratulálok, és bízom benne, hogy még hosszú éveken át ünnepelhetünk együtt, és élhetjük meg sikereinket. Köszönöm szépen a mai estét önöknek is. Uraim, elsőként szólítom a színpadra Falvai Károlyt, aki szótdíjas koreográf, nevet táncoskörőben nagyon jó is lehet, hogy érthetünk, mivel több mint 50 éve alkot és dolgozik a táncos pályán. 1990-től a Magyar Tánctudományi Társaság alelnöke, közben lehet jönni, kedves Károly. Amikor végülünk a táncát, amikor a sors rámosztottan nem ugrottam tőle, akik ismernek, tudják, egyszerre két emberére gyertyáját égettem magamban,
írja az egyik könyvében, ez való igaz, mert a mérnöki munkakör a vállalat táncos és koreográfusi pályát soha nem adta fel. Az elmúlt évben töltötte be 75. születésnapját, és ebből az alkalomból a kulturális tárca gratuláló levélben köszöntötte. Kedves Károly, gratulálunk, jó egészséget, sok-sok táncot kívánunk magunknak is. Kérem, hogy legyen olyan kedves a mai este főrendezőjének szólni, talán most már nem láthatom a Páholyból. Ültek vagy csak egy lámpa. Műsorok ívli, de csak tanulnak. Hivatásos táncosként dolgozott az Állami Népi Együttesben, és innen megy nyugdíjba Erdélyi Tibor. Szót és Erdélyi. Megpróbáltam kiállni a képből, de lehet, hogy ez a mikrofon nem működik itt is. Szóval Faharagó Vipi iparművész is a népművészet mesteres címet kapta. A másik ínyéről az Erdélyi Tibor Faharagó művészete című könyvét a Püski kiadó jelentette meg. Szülőfalúja iránt érzett kötődését igazolja az Uszka község 10 polgára elismerés is. 1969-től 73-ig tánckari asszisztens volt az építők szakszervezet központi művészegyüttesének Vadrózsák táncegyüttesében, segítette a művészeti vezető munkáját. 74-től 97. december végéig volt a Vadrózsák táncegyüttes művészeti vezetője. Szólítom a színpadra Berdó Juditot, aki 1967-től táncoló dolgozott. Judit jelenleg az Ifjúsági Együttes vezetője. És ők pedig együtt a Hajjás segédrendezőjének, aki nagy szakmai érzékkel igazgatott el. És odafigyeléssel koordinálja a három sorsozatban táncolók munkáját. 1975-ben a kulturális minisztertől kapott intézó kevelet. 80-ban a szakszervezeti munkáit kapott elismerést. 85-ben átvehette a szocialista kultúráit kitüntetést. 80-ban fejezte be az aktív táncos pályát, de már 77-től tanítja az utánpótlást. Judit, jó egészséget, sok táncot és sok táncot kívánok! Keresztesi Lajosné, Tamás Éva a színpadra kérelő, a tánckar alapító tagja, fiatalos megkapcsolódott az egyiket munkájába. Nagy lelkesedés, hogy a kifartó forgalma mindig a társadra is hatalom. Ő igazi közösségi ember az életepályát is az együttesben találta meg. 5 évtizeden át mindig hűséges volt a Vadrózsákhoz, a mai estén az öreg táncosok csoportjában is láthattuk vendégművészként, és ma is bámulatos lendülettel táncolta az üveges tánc szólóját, ugyanúgy, mint évtizedekkel ezelőtt. A táncosok tudják, hogy ha azt mondom Frici, akkor Helyk Istvánra gondolok. Kérem őt is színpadra. A tánccal alapító tagja Helyk István. A táncok alulért kívánításában is vezető szerepet játszott. A mai estén korát meghagyott szólva táncolt el a Rába közi legény búcsúztatót. Ez alatt az 50 év alatt ki tudja hányadik alkalommal. Gratulálunk, Frici, jó egészséget kívánok! Ismét egy alapító tag, Csanádi Gyula. Ő egy néptáncot kedveli, igazi közösségi ember. Ő köszöntötte az idén az egész együttet. Jó részt az őket szervezőkészségének és kitartó fáradhatatlan munkájának köszönhető, hogy a mai estén így együtt ünnepelhetünk.
A jubileumi rendezőbizottság munkájában oroszlán részt vállalt, elismerést érdemlő munkát végzett akkor, amikor az aranylakodalom jubileumi est megrendezéséhez szükséges anyagi feltételeket előteremtette. Berlini Tudi Eszter a táncos szakma titanében ismeri. Ő 58-ban kapcsolódott az együttes munkájához. Hosszú évtizedeken át táncolt a Vadózsák együttesben. Számtalan szóló szerepet. A Kazinkor szokott tagjaként láthatjuk a mai estén. Ő egyébként főállásában is hű maradt a tánchoz. Történész a Tánc Történeti Intézet munkatársa. Mikosné Bete Ágnes. Kérem őt a színpadra. Több mint 30 szemben a hűséges tagja Vadózsáknak. Itt is lehette meg a férjét, aki a Kalinkon szokott, aki táncosa. Sok szóló szerepben láthattuk az évtizedek során. Ma este az aranylakodalom mennyasszonyi szerepében láthattuk. Gratulálunk! Berec József! Berec József! Három óta tagja a Vadózsák együttesnek, szóló táncos, több szakmai elismerés fűződik a nevéhez, mindig nagy szerepet vállal a táncosszák a felkészítésében, és mindig aktív szerepet töltött le az együttes vezetésében. Következik Künzler Tamás. 1974-től táncol az együttesben. Több szóló szerepet is táncolt a kicsitele során. Ma az öreg táncosok mellett az aranylakodalom műtéletét láthatjuk, profi színpadokon is mindenkor megállta elő. Szólítom Apádi Istvánné Annát. Ő 1971 és 86 között volt az építő központi művészegyüttes igazgatója, 86-tól nyugdíjas. Személyében olyan vezetőre talált az együttes, aki olykor közelharcok árán is, de mindenkor csak az együttes érdekeit tartotta szem előtt. Az együttes aktív munkássága idején érte el a legnagyobb sikereket és elismeréseket. Mindenkor arra törekedett, hogy az együttes hírneve tovább éljen, és a szakmai körökön túl is méltó elismerésben részesüljön. Nagy részt vállalt ennek a jubileumnak a szervezésében is, és mint az együttes akkor igazgatója, ha is egyébként Annától kaptam egy cédulát, remélem, hogy megtalálom. Ezen a cédulán az áll, hogy szülőfalujából, Isaszegről érkezett egy csoport, és az asszonykórust szeretnék köszönteni a jubiláló Vadózsákat. Tessék isaszegiek! Még egy kis köszöntés érkezik majd. Beszéd lesz? Adj a mikrofon. Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos esztét, és az Isaszegi asszonykórus és a nyugdíjaskor nevében továbbá szeretném felhívni. Közben Tornától, még legalább 50 évben, de 50 és 40 évvel boldogságban. Még egy köszöntés, hiszen a kollégák, a szerető, kedves barátok nevében a Vasas Együttes is köszönti a Vadrózsákat. Vasas Együttestől valaki? Akkor viszont csak a köszöntést adtam át, és kérem a színpadra Szigetvári Józsefet, a CIOF, a Nemzetközi Néptáncfesztivált Szervezők Világszövetségének fesztiválbizottsági tagját. Szigetvári József. Kedves táncos társaim! Rövid az igazság szava, a hazugság beszéde hosszú, mondta Caius Balbus időszámításunk előtt 44-ben. Ezt az ókori bölcsességet magam is szeretném megtartani. Külön öröm számomra, hogy a CIOF fesztiválbizottsága nevében köszöntöm az 50 éves születésnapját ünneplő Vadrózsákat,
Öröm, mert biztosan állítom, hogy a világban is nagyon kevés olyan együttes van, amelyik 50 éve működne. Boldogság, mert ennek az együttesnek egykor magam is tagja voltam, és annak is vallom magamat. Fél száz év nagyon hosszú idő. Mint ahogyan a lombot váltja a lomb, olyan csak az ember. Földre sodorja a lombot a szél, de helyébe az erdő mással lesz újból, mikor eljön a szép tavasz újra. Így van az emberi nemzet is. Egy nő, más meg aláhúl. Milyen csodálatosan fogalmazza meg Homérosz mindazt, aminek ma este önök tanulni lehettek. Hány és hány generáció váltotta egymást a színpadon, nagymama és nagypapagorúak táncoltak együtt, fogadott unokáikkal. Önök ma este a színpadi műsort nézhették, azonban mi az egykoriak és maiak, hetek óta látosan készülöttünk. A próbaidőszakban újraérhettük fiatalságunkat, míg a fiatalok láthatták mindazt ma már történelmet, amelyet megörököltek, és amelyet hagyatékként megkaptak tőlünk a régiektől. Őszintén remélem, hogy lesz még újabb nemzedék, akinek ők is áthozhatják. Régi történetek, emlékek elevenedtek fel, és a próbateremben lévő között a korkülönbség teljesen elfelejtődött. A teremben csak vadrózsások voltak. Ismeretlenül is rokonok, barátok, családtagok. A köztünk lévő láthatatlan híd, az összekötő kapocs, a vadrózsák. A kultúrát nem lehet megörökölni, mondta Kodály Zoltán. Egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. A vadrózsák 50 éve működik Kodály szellemében. Évtizedek, nemzedéke, történelmi korszakok váltották egymást, de a Dózsa Gyurgyot 68 szám alatt sohasem fogyott el az ének a tánc. Az ünnep örömében ezúttal bánat is vegyül. Eddig biztos volt, hogy a Dózsa Gyurgyot 68-ba bármikor haza lehetett menni. Sajnos székházunk eladásával az együttes léte bizonytalanná vált. Tegnap volt az utolsó nap, az utolsó este, hogy vadrózsások zaja töltötte be a próbatermet. Sokan készítettünk fényképeket, és el sem akarjuk hinni, hogy nincs többé. El sem tudjuk képzelni, hogy ne találkozzunk az 55. évfordulón. Őszintén remélem és kívánom, hogy megoldódik az együttes jövője, és mindazt, amit a vadrózsák 50 éven keresztül képviselt a hazai és nemzetközi szakmában, ez nem fog elveszni. Szegényebbek lennénk nélküle. Végezetül engedjék meg, hogy Kölcsei Ferenc szavaival köszöntsem mestereinket, Falvai Károlyt és Erdélyi Tibort, és köszönjem meg mindazt, amit munkásságunkkal nekünk táncosoknak, önöknek, közönségnek és a magyar néptánc mozgalomnak adta. Minden pálya dicső, ha belőle hazádra fény derül. Karcsi bácsi, Tibi bácsi, köszönjük, nem dolgoztak hiába. Az Isten éltesse és áldja meg az 50 éves vadrózsákat. Köszönöm. Kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy én, aki se táncos nem voltam soha, se színpadhoz olyan módon közöm nem volt, mint a vadrózsák együttes bármelyik, akár legkisebb tagjának, a saját nevemben, egészen egyedül a magam nevében engem Kristóf Gábornak hívnak, megköszönjem ezt a mai estét, megköszönjem azt az 50 évet, és azt kívánjam, vagy kívánhassam, hogy 50 év múlva, na jó, 40, találkozunk ugyanígy erőben, egészségben, ők is, és önök is. Köszönöm szépen!